Kedves magyar testvéreim, meghallva Zagyva Gyula hívását és szavait arra, hogy erősítsük a szívünket, erősítsük a magyar lelkünket és erősítsük a tetrekészségünket, arra kérlek benneteket, hogy mondjuk el együtt a magyar hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Amen. Azért jöttünk ide, hogy egy nagyon egyszerű és magától értetődőnek tűnő dolgot követeljünk. Azt követeljük, hogy a magyar külügyminisztérium a magyar érdekeket képviselje. Ilyen egyszerű. Az ENSZ polgári és politikai jogok egyesség okmányának mindjárt az első cikke így fogalmaz. Minden nemzetnek, minden népnek joga van az önrendelkezésre. A jog, a nemzetközi jog tehát mellettünk van. Semmi többet nem kérünk és nem követelünk, csak annyit, hogy a magyar állam a magyar emberek nevében a magyarok nemzeti önrendelkezéshez való jogát követelje a nemzetközi porondon. Ennyit kérünk és ennyit követelünk. Képviselő vagyok, az a dolgom és az a hivatásom, hogy képviseljem a magyar embereket. Egy ilyen helyzetben, mint ami most alakult ki a történelemben, az a feladatom, hogy kérdezzem meg a magyar testvéreimet, és kérdezzem meg a legérintettebbeket, a kárpátaljai magyarokat arról, hogy mit éreznek, mit kívánnak. Ma reggel fölhívtam telefonon egy kárpátaljai barátomat, és megkérdeztem, hogy mit szeretne, hogy én itt ma elmondjak, illetve mit szeretne, hogy a magyar állam a kárpátaljai magyarok nevében, mint minimumot képviseljem. Mielőtt elolvasnám a levelét, hagyd mondjam, hogy sokszor furcsa érzésem van, különösen nemzetközi porondon, Európa Tanácsban, Európai Unióban, ENSZ-ben, mikor Magyarország tábla mögött ülnek a mindenkori magyar kormány, mindenkori képviselői, és arra gondolok, hogy tulajdonképpen anélkül, hogy megkérdeznék a magyar emberek véleményét valamiről, milyen alapon is mondják azt, hogy ők Magyarországot képviselik. És azért vagyok büszke arra, és azért tartom nagyon fontosnak, hogy itt vagyunk ma este, mert kifejezzük azt, és kérem, hogy fejezzük ki minél többen, hogy egyáltalán nem értünk egyet azzal, amit a mi nevünkben, Magyarország nevében, ebben a történelmi helyzetben a magyar állam képvisel. Milyen gúnyos hangon mondta Antal József, hogy tetszettek volna forradalmat csinálni. Emlékeztek? És hányszor halljuk vissza, hogy lehetett volna másképp is ez a rendszerváltás. Miért nem szólaltunk meg? Miért nem követeltük jobban? Hát most itt vagyunk, megszólalunk és követeljük. Követeljük a nemzeti önrendelkezést Kárpátaljának, a kárpátaljai magyaroknak, a nemzeti önrendelkezés egyebek mellett. Azt jelenti, hogy egy őshonos nemzeti közösségnek joga van dönteni a saját sorsáról, joga van követelni a valódi autonómiát, joga van követelni a teljes önállóságot, vagy joga van követelni az anyaországához való visszacsatolást. Ezt jelenti a nemzeti önrendelkezés, és ezt követeljük Kárpátaljának és a kárpátaljai magyar testvéreinknek. Hagy olvassam fel egyikőjük levelét. Már készültem egy kis lámpással. Lámpással kellene az ő lelküket is talán megvilágítani. Kedves Krisztina, Kárpátalján, bár a magyar közösséget az utóbbi időben jelentősebb inzultusok nem érték, csak látszólagos a nyugalom.
Leginkább az aggasztja az embereket, hogy a szvoboda és a jogszektor bandái szabadon garázdálkodhatnak az országban, így Kárpátalján is. A közhivatalok, a bíróságok és a rendőrség tevékenységét is ők akarják megszabni. Ez azt jelenti, hogy a törvényesség nem működik. Az új ukrán nyelvtörvény előkészítésén ügyködő bizottság olyan tervezetet készít elő, amely a nemzetiségi lakosság számarányának újabb magas küszöböt állítva jelentős mértékben megnehezíti a nemzetiségi nyelvek használatát. Ez hosszabb távon könnyen az anyanyelvi iskolák megszüntetéséhez vezethet. A bizottság magyar tagjai, Gajdos István képviselő és dr. Tóth Mihály kisebbségjogi szakember, mivel javaslataikat rendre lesöpörték az asztalról, kénytelenek voltak kivonulni a bizottsági ülésről. Teljesen világos, Ukrajna jelenlegi vezetése erősen nacionalista beállítottságú kormányzásra készül, s bennünket az háborít fel igazán, hogy Európa erre nem hajlandó odafigyelni. Zárójelben mondom most a saját szavaimmal, hogy amióta ott vagyok 5 éve az Európai Parlamentben, tulajdonképpen más nem hallani, csak a nacionalizmusnak, a szélsőségességnek, az elítélését, és teljesen meg vagyok döbbenve azon, hogy mindarra, ami történik most Ukrajnában, semmit nem reagál az Európai Unió, illetőleg mindazokat a nacionalista indulatokat, erőszakot és a többi szélsőséges nacionalista indulatokat, amelyeknek az elszenvedői az őshonos nemzeti közössége, ezeket tulajdonképpen támogatja megdöbbentő módon. De folytatva a levelet, tehát, hogy Európa erre nem hajlandó odafigyelni. De ugyanígy reagál a helyzetre a magyar külügy is. Alá tudom támasztani sajtóanyaggal is. Németh Zsolt legutóbbi kárpátaljai látogatásáról a Kárpáti Igaz szó március 22-i számában azt olvassuk, hogy többször is igyekezett hangoztatni Ukrajna területi egységének fontosságát, ám az 1991-es népszavazást, amely Kárpátalja autonómiájáról és a magyar autonóm körzet létrehozásáról is szólt, tudomásunk szerint sehol sem vetette fel. Kedves Krisztina, arra kellene törekedni, hogy az 1991-es referendum ügye nemzetközi fórumokra kerüljön, hogy Kijev foglalkozzon végre a kárpátaljai ruszinok és magyarok ügyével is, baráti szívvel, szeretettel, László. Hagyj tegyem hozzá, én egy kicsit többet követelnék, mint László barátom. Én azt mondom, hogy ne csak Kijev foglalkozzon végre a kárpátaljai ruszinok és magyarok ügyével, hanem Budapest is, a magyar külügyminisztérium is, a hátunk mögött lévő épület, és alig várom, hogy Gauri Nagy Tamás barátom felolvassa azt a petíciót, amit megfogalmazott, bizony kemény hangú petíció, ilyet még itt nem nagyon hallottak, de büszke vagyok arra, hogy itt lehetek, és hogy veletek együtt ezt a petíciót átnyújthatom, és követelhetem a szabadságot Kárpátaljának, szabadságot a kárpátaljai magyaroknak. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Isten óvja és vezesse Magyarországot, Isten áldjon benneteket.